Holnap kezdődik a szerbiai 8-osok 3 napos kísérettségije. A vizsgát az általános iskolákban egy időpontban írják országszerte. Az elmúlt időszakban több oktatási intézményben is bombariadó volt. A szakemberek ezért a kísérettségi vizsga előtt átvizsgálják az épületet, és ha nem találnak bombát, megtartják a vizsgát. Ha mégis esély van arra, hogy a bombafenyegetés valódi, vagy ki kell vizsgálniuk a tűzszerészeknek, megszakítják a kísérettségit és egy későbbi időpontban szervezik meg. Holnaptól lehet igényelni a 15 000 dinár értékű belföldi üdülésre beváltható utalványokat a szerbiai postákon. A nyugdíjasok, a munkanélküliek, a diákok és a 70 000 dinárnál kevesebbet keresők kaphatnak 15 000 dináros utalványt. Akik pedig az év elején 5 000 dináros utalványt kaptak, azok is pályázhatnak a 10 000 dináros különbözet megszerzésére. Az utalványt október 31-ig lehet kihasználni. Új repülőteret adtak át Szerbiában, a Krusevác közelében lévő Rosuljén. A reptér 2B jelzésű, ami azt jelenti, hogy a legfeljebb 24 méter széles szántávolsággal rendelkező gépek használhatják fel és leszállásra, mint amilyenek a sportrepülők és a 10 férőhelyes kisgépek. A beruházást a szerb állam 342 millió dinárral támogatta. Rendkívül súlyos a migrációs helyzet Magyarország déli határánál. Ezt közölte a magyar honvédelmi miniszter a magyarországi Kelebiai Határvédelmi Bázison tett látogatását követően. Szalai Bobrovnicki Kristóf hangsúlyozta, az idén több mint duplájára emelkedett azok száma, akik engedély nélkül próbáltak bejutni Magyarországon keresztül az Európai Unió területére.